Szevasztok srácok, ez itt újra a Koresz Crew, és amikor lementem a postaládánkhoz, akkor megtaláltam Andrásnak és Nándinak a levelét. Velük bevallom őszintén, már Instagramon felvettem a kapcsolatot, és mondták, hogy valami érkezni fog, de hogy megmaradjanak az izgalmak, úgy döntöttem, hogy nem mondok el semmit, hanem majd most kinyitom, és meglátjuk, hogy mi van benne, amit érzek, hogy valami kemény. És most akkor kiveszem a kezemet a gatyádból, szóval. De hát mind a kettő borítéka van. Hát ez az. Úgyhogy kinyitom ezt a levelet, ha nem bánod, akkor így most magamhoz vettem ezt a lehetőséget, és ahogy gondoltam, sorsegyek vannak benne, hogy milyenek, és hogy honnan jöttek, azokat mindjárt kiderítjük. Lengyel sorsegyek vannak benne, így első ránézésre, és a nyelvezet alapján megmondom, ha megnézitek, van itt Joker, Superbike 50, Poszka Góla, és mó a Szabi egyik kedvenc sorsegye, amikor nagyon sok más hangzott egymást. Ja nem, ez a lengyel nyelv. Lengyel nyelvi Scrabble, vagy honnan tudjam micsoda. Valami pontosan, de majd mindjárt kiderítjük. A legfontosabb, hogy elő kell kapni azt az óriási rudat, ami itt van most a kezemben. Szabolcs segítségét kérem benne, hogy az egyik oldalt megfogja, és a százasoddal, ha nem bánod, Lengyelország területét. Noha Csehországban még nem kapartunk sorsát, déti csehek, küldjetek nekünk valamit. De Lengyelországot így lekapirgálszom. Úgyhogy a cseheknél maradjon egy kis kaparás, jó? Tehát ott marad a cseheknél egy kis kaparás, anélkül, hogy Polandot ki tudjuk olvasni. Poland. Lassan egész Európa szép zöld lesz. Lassan egész Európa szép zöld lesz. Még létszős én az északi tájakról valaki, aki úgy érzi, hogy néz minket, és úgy érzi, hogy van benne zsiger, akarás, de hogy felcsapódott. Ha, na mindegy, ezt a kis sorsegy térképet elteszem a rejtek helyére. Felhúzom rá a gumit, most a fiatal tinédzserek, akik éppen pubertás korban vannak, úgy kell csinálni, hogy felhúzod így, miután kiveted a csomagból, megrántod, és csinálsz rajta még egy hurkot. Figyeljetek meg, ha így csináltok, be fog jönni, és biztos, hogy nem lesz belőle kis sorsegytérkép, mini sorsegytérkép. A legfontosabb Szabolcsom, hogy megnézegessük ezeket a sorsegyeket, amik kettő zlotyba, meg három zlotyba, meg egy zlotyba kerültek. Zlatyi. A lényeg, amit már háromszor elmondtam, hogy mi lesz a lényeg, de még nem mondtam el, hogy mi lesz a lényeg. Akkor mi a lényeg? Hogy van itt ötös darab sorsegy. Szeretnéd lekaparni a Scrabble-t? Nem. Tényleg? Akkor lesz enyém a Scrabble. Meg akkor legyen enyém az egyik bike, tét pedig a másik három sorsegy. Tökéletes. Nem úgy lehetne úgy is, hogy azt a Polska gólát megfelezzük. Jó, megfelezzük. Téd a meccs 2 hazai gólig. Uh-huh. A játék és enyém a alatta lévő vendéggól és a meccs 3. Én úgy gondoltam, hogy csak vendég, vagy csak... Jó, majd ezt még meglátjuk később, nehezen múljon a dolog. De biztos, hogy szerintem elő kell venni majd ide. Maszturbinyót elő kell venni, hogy... Hogy majd döntsön, hogy mit, hogy merre csináljunk. Ennél sorsan biztos felhasználjuk, viszont ezeket elkezdem lekaparni rögtön azután, hogy megnéztem, mennyibe kerül egy zloty. Noha én viccnek szántam, kiderült, hogy tényleg zlotynak hívják a lengyel pénznemet. Fele se gondolta volna úgy, hogy zlotyokért kaptunk most sorsegyeket, és ahogy látodok, 75 forintba kerül egy zloty, úgyhogy ha a magyar retro sorsegyeket nem vesszük számításba, akkor ezek a, ha nem is méretben, de értékben a legkevésbe kerülő, akkor ezt most újra, értékben a legkevesebb forintba kerülő pénzbe kerülő sorsegy. Ebben most belegavajottam, ezt most így meghagyjuk, nem baj, úgyis benne hagyom a hibát, és közben nézem a kis kaporékjogunkat, már mózsa is van benne, szépen majd ki fog innen nőni valami előbb-utóbb. Egy sorsegyfa. Nézzük meg a szitkijét először. Nagyon, egyébként jól néz ki, tetszenek a színek, ez a zöld, sárga, vannak rajta zlotty kötegek, igen. Hoppára hajaz nekem egy első neki futás, mint egy jó hoppá tízes néznék, ami zöld. És észrevetted, hogy minden egyes mondatban van véletlen egy angol szó? Itt a bónusz, itt a same. Hát ez elég furcsa dolgok ezek. Nem tudom megérteni első a sorsért, de gyanús, hogy három, mert a trzsi az olyan háromnak tűni. A same meg ugye egyenlő, de hogyha nem is azt jelenti. Így néz ki hátulról, római számokkal van felírva, hogy mennyiket lehet nyerni. Zlotyokat lehet nyerni, 2-t, 4-et, 50-et, 100-at, 500-at és 50 000 zlotyot lehet nyerni. 50 000 zlotty az mennyi? Ha 74-jel megszorozzuk, mint ugye tudnék itt lenni, 2 nullát, de elosztod 3-mal. Na mondjad. 5 millió, megmondom neked. 5 milliónak a 3/4-ét kell venni, az meg olyan 3.750.000 forint. Az majdnem jó, 3.750.000. Na,
Nézzük meg! Hokkalökken, zlotty! Lekaparjuk, nem tudom, hogy vannak. Hey, maszturbinyót, hagyd békén! Szerintem szimulál. Ne van rúgva. Neymar, akkor át is nevezhetünk Neymarnak. Nem tudom, hogy vannak-e rajta betűk, nem tudom, van-e rajta Monakód. Ez itt 4 zlotty. Ja, igen, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy ezen nem betűk vannak, hanem arab szám, vagy nem arab, hanem római számjegyek. Ezek, ez itt 2 zlotty. Hát mindjárt megnézzük. Četri, dva. Jedan, dva, tri, četri, pet. Azt hiszem, így kell számolni. Van 2 hokkalök zlottyunk, ez simán 50 zlotty. Ez itt 100 zlotty. Stó. Van még másik nyelvben is úgy hívják, ezt tudjuk. Ejj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 
Így nevettek volna ki minket, hogyha nem nyerünk zlottyokat. De már van 2 darab zlottyunk a bónusszal. És nem hogyha a 4-et kéne találni. Nagyon csalódott lennék, hogyha megírjátok kommentbe, az nem úgy van. Na, bónusz, 50 zlottyot lehet nyerni. Hát valamivel, mindjárt kiderítjük, hogy mivel. Diamant. Nasdi, 50 lenne a polu bónusz, írjátok vote. Szerintem az... Most lengyel translator, ha nem bánjátok, nagyon gyorsan beírom, de jó? De bele tudsz írni te ilyen furcsa betűket? Hát, érteni fogja az. Addig Szabi szórakoztasd a népet. Jó. Sziasztok! Kérdezhettek Szabitól, meg élőben fog válaszolni. Hogy hány éves vagyok? Hát ez legyen még egyelőre kérdés, ami pedig majd megtudhatok a Q&A videóból, ami valószínűleg, hogy a, hát ezt nem tudom, ezt elmondhatom, hogy mikor kerül. Pénzösszeg. A hét, és hogy a hónap végén fog kikerülni, ezt nem tudjuk, hogy az utolsó előtti, vagy az utolsó napon, de ott lehet majd megnézni a Q&A videónkat. A kérdéseket már ne írjátok rá, mert elő fogjuk, és hogy előbb vannak bányászva már. Arra jöttem rá. Bocsánat, azokat, hogy beleszólok. Azokat tegyük, azokat fogjuk majd megválaszolni. Bocsánat, hogy beleszólok a kis monológodba. Uh-huh. De arra jöttem rá, hogy nem diamantet, hanem 50 zlottyot kellett volna alatta találnunk, hogy 50 zlottyot nyerjünk. Ez így, amit elsőre kigondoltam, hogyha másodikra nem jó, vagy hogyha esetleg András és Nándor nézitek akkor komolyan ezt ne a videót, akkor tegyétek meg, hogy kommentben megírjátok, az biztos, hogy ez nyertes, tehát hogy vissza fogjátok kapni és beválthatjátok újabb zlottyokért. Ja igen, még mielőtt belekezdenek a körébe, és ez egy élő példája annak, hogy ne pozitív szimbólumokat tegyetek ide, hanem mondjuk egy halálfejet, vagy egy X-et, vagy valamit, hogy ja, tudjuk, hogy vagy, az nem működik, nem jó. Vagy egy igazi hullám. Most itt kételkedünk, úgyhogy tanuljátok ebből a hibából. Tehát legközelebb, szerencsét is életének mondom, hogy a Megabanko ajára mehetne mondjuk egy pedofil alatt. Na, és akkor itt van a Zibozbá Krizsova, ami azt jelenti magyarul, hogy Scrabble. Úgy néz ki, hogy itt vannak ilyen hülye szavak, mint például rendőrség, vagy blog, vagy gabiné, vagy akkorát kurtam, hogy úgy hívom, hogy epikúr. Illetve az Ibizát egy retardált kisgyerek írta le ide alulra, de hogy mi lesz ebből? De pedig azt, hogy Isten, legalább, csak ezt is elírta. Ja, gád, hát most azt fonetikusan írta le, na, hogy el lehessen mondani. Ide van alul leírva az a tabella, ami alapján rájöhetünk, hogy mit mennyit nyerünk. Hűha! Itt valószínűleg az van. Ja, nem, megvan, itt van. Jó, azt hittem, hogy jó. Három szót, hogyha megtalálunk, 3 zlottyot nyerünk. 4-et, 6 zlottyot, 7-et, 40 zlottyot, 10-et, 44 ezer zlottyot nyerünk, ami azt jelenti, hogy kevesebbet tudunk nyerni vele, mint a kevesebb pénzért megvett zlottyossal. A hátulján furcsaságok vannak leírva. Itt van például, hogy rákegye ki a beledet, meg kisokos, csak furcsán leírva. Ide vannak leírva, hogy kéne megcsinálni az egészet, és az a furcsa, hogy nem egyessel, hanem kettessel kezdik a felsorolást Lengyelországban. Bár lehet, hogy el van rejtve, hogy egyes valahol csak nyomtatási hiba, hogy le kéne kaparni. Az biztos, hogy ezek a csillagokra is valamit ír, én nem tudom. De rajta van egy 6-szor. De rajta van egy 6-szor a csillag. Tehát valami nagyon fontos. Én nem tudom, mit jelent. Hát... Én meg sem tudok több mindent határozni ebből a sorsegyből. Kapárjuk le. Biztos, hogy visszaküldjük, és hogyha milliárdok vannak rajta, akkor küldjetek már egy ezrest belőle, hogy valami. Jó, kezd el. De mit? Ja. Tehát, hogy mit kaparok le? Lehet, hogy ezeket? Ja, igen. Ja, betűket kell kaparni. Aha, itt van. A te betűid. LH. Segítsetek! Az ott kimaradt! Ezeket még ne érjétek, remény csak én is most kezdtem el. LH. Azokat megkaptuk alapból a csillagokat szerinted? Nem tudom.
Majd látjuk. Olyan jókat vigadt ezen a videón, bezzeg, hogyha meg kéne értened, segíteni benne. Hát igen. LH. Most én csak kamerázok, úgyhogy ennyi van könnyebb. LH. Jó, mondjuk, hogy ennyit találtam. Lehet, hogy csillagot is kell találni. N-A. De vannak, hát a betűk óvatosabban kéne kaparnom. Igen, igen. N-A. Ez egy A. Ez egy N. Az Ibizánál meg a Gádnál figyelj majd. N-A. A. Kérek egy magánhangzót. Vagy a Klausmann Oszka, Viktor. Ada. Ada. Ismerik az én Viva TV-s csaj. A. Jó van, nyugi, már nincs ennyi pénz. Definícia. A. Alatta rögtön az N. A boom. Ez már egy kettő. Jó. Következő. Mária. M, mint Mária. Nézzük a Máriákat. Ping, ping, ping. Jó volt a szerencsék, elég régen én szerettem. Ez hú, egy igen, ilyen fáraó kincse feelinges. Tudja, hol szeret a cápa. Ó! S. Hát ez nem ó, ez egy S. Grósz Erikőt ismerem. Üdvözöllek innen, ha esetleg nézel a videót. Az egyik nagyon jó barátomnak a unokatestvére. És volt nyilván együtt csomószor, hogyha szeretnék videót tabás látni róla. Akkor mi visszamegyek az időbe gyors, ez egy O. Na itt kell mondani, hogy O, O, O. O. Oko, Yoko Ono. Okos. Oko. Okos, ima. Mi? Grósz Balt is van. Grósz, Erik, hello, szevasz megint. Nem tudom, hogy megemlítette nekem. Y. Ez a nyertnek már megvannak a betűi lassan. Y. A Florida, csak Florissa van, el van írva. Erre gondoltál? Igen. Bármi más? Rose van, nincsen, nincs. Menjünk tovább. Ez egy P... Panír. Okup, ott a legjobb szélén valahol. Panír. Mi kimondom, miért ez a szót, hogy panír? Ez egy jó szó. Nincs több P. Nincs több P. A panírba. Aha. Ez egy U. Ez egy U, ez egy U. Itt van a konnichiwában benne van egy U. A borsukban is. Az epikúrban is benne van. Menj tovább ott felül. És ott van egy izóve. Yuzu. Ja, és ott is van egy út keresünk, jó, én azt hittem kb. Így elsőre most kicsit. Kicsit bejött tépve. X. X, te jó X, ami nincs is X. Ezek átverek. Nem a csillagot jelenti? Lehet, nem tudom, menjünk tovább. Most csődbe mentem, vagy hogy van? Jajajajajaj. Az egy másik betű, nyugi. Jajó. Akkor J-t is a D-t keressük, hoppa, Jardba rögtön bele támadtam. J-D, Ada már megvan. Ada, bum, csak nem csiku, tudom, wow, hogy, akkor ez már nyert, vagy nem nyert. Nem, három szó kell. Aha, jó. J-D. Gád is mindjárt megvan. C-t már kapartam egyszer, úgy érzem, de nem, mégsem. Egyszer, kettővel. Hát pontosan, csongol neked van egyszer. Ez nem is több. Ennyi, nem el. Rókakoma. Rókakoma. F. Ugye? Nem E. F, aha. F. Frick, frick, frack. Definícia. Frack, frick, frack. Floriska is kigyűlik lassan. Ja, igen. Már csak egy betűnk van vajon? Szerintem, de majd mindjárt meglássuk. A dupla V, az itt van a konnichiwában benne. Ennyi, lekaparjam ezt a felületet. Vigyázz, ne kapard le, mert lehet, hogy ott lesz egy betű. Hát de ennyi a játék. Szerintem, épp azért kaprom, hogy betűket lássa. De ott egy B. Látom. Itt meg egy P. Ó, és még itt volt egy B betű. Nyert. És a csillagok azok B mik? Meg I betű volt itt még. Várjál. Jó, akkor az nem nyert. Mindegy, hiszen menjünk is tovább. Menjünk is tovább, szerintem. Csak egy is csillagot kapar le, hogy mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van. Csillag van alatta. Szerintem azt jelentette, hogy egy csatlakozás, aha, meg pozitivizmus. Jó. Ezek vicces lengyel sorsják voltak. És látod, fordítva vannak leírva a betűk. Lehet, hogy a vertes, akkor fordított betűk vannak, hogyha nyertes, akkor H betűk vannak. Persze, a lengyelek mindenre képesek. De azért ezt is visszaküldjük, és most megnézzük, hogy Szabinak hogy megy az, amit én már egyszer megcsináltam. Spori, büntető volt Spori. Azaz, Szabolcs kaparja a lengyel sorsjeleket rögtön miután böfögött egyet. Igen. Annyira zavarba jött a hirtelen váltástól, hogy nem is tudja, hogy hol vannak a kaparékok. Föl is kell szívni a szív fel kicsit. Most már be van indulva. Kezdődhet a móka. Igazából azért aggódok, mert nem tudom, hogy mi a játék. Joker, ez nál kettő identici, két ugyanolyan kártyát kell találni, és megnyered. Ott van Danej, szia Danej! Danej, Grász, keressük az angol szót benne. De igazán a lakótársam, egyik lakótársam... Ott magyarul írtak benne, tej.
nem látom, nem minden, meg a lótó is magyarul van. És van valamilyen kis Joker fej, ami valamire jó lesz nekünk. Duplára gondolom, hogy ilyesmi. Uh-huh. Totalizátor. Legyen egy csomó zlottyot. 75 forint a sorsegy. Na nézzük, tudsz-e vele nyerni 75 forintot? Vagy 150-et? Hopp, maszturbinyó. Na megint szimulá. Spori, 4-es. Ász, szemében ugyanaz. 5-ös. Király. Krizsán Áron, kedvenc lapja. Ha nézed a videót, akkor kommentelj. Ezek elindultak egymás irányába. 2-3. 4, 5, 6, 7. 69. Van humorérzék a lengyeleknek. 8-as. Dáma. Kaparikád le az egészet. Lehet, hogy pont az kell, hogy mindegyik ne egyezzen meg. Z meg egy H. De nincsenek eldöntve, úgyhogy ez fél zlottyot odaadják érte vissza. De jó, és nézd, fel van így... Ja nem, azt hittem, hogy növekvő sorrendben van, pedig az egy tök poén lett volna, és hogy izgulsz, hogy nem nyertél, akkor majd lehet, hogy többet nyersz. Értem ezt most már. Ez ilyen jó pofa. Értem most már. Szabolcs, akkor ez a sors, hogy ez nem jött be, ugye? Ez nem, hogy egész jó. Hát sokkal jobb, mint a sok szeretettel sors egy. Hát az biztos. És nem is olyan ezt nem tudjuk, hát de igazából ide tesszük félre. A Szibike nevű sorsegyen, amit én már egyszer kaparáztam. Majd menjünk, hogy neked a bónuszjátéknál mi van. Ha 50 zlot lehet, azt megnyerted. Jó. Ez egy nagyon sima 10 forintos egyébként, és 93-as valószínűleg azért. Most borotválkozott azért. 500 zlot, pezeta. Csak ez 5000, 50 ezer. Ja. Jó van már. 100. Nem jártam ki az iskolákat. Bukott diák vagyok. 4, már. Jaj, a 4 zlot. Várja. 4 zlot. Óvatosan a betűkkel. Itt van a 100-as. 100 dot, number 2. Az 50 000-es is itt gyerekek, van. Gyerekek, megyünk Lengyelországba. Nem, személyesen angás, visszük akkor. 2. 2 zlot. A picsétbe. A picsétbe bele. 50 zlot. 50 ember nem van. 100 vagy 50 000, come on. Színálj már valamit, szóval alkos már valamit. De a bónusz hátra bejön. A bónusz hátra, és pedig ott van a H betű. Vorek, és látod itt is egy... Vorek. Itt is egy zsák pénz van. Mondom, pedofilokat a sorsegyekre. Elindította a Koleszkró, indítja a cíget. Polszki Golá, a közösen kaparandó sorsegy. Szerintem hazai, a polo, itt van, igen. Lengyelek és a vendégek, igen. A riválisok. Zsirap, Mecsov, Vjeli, Dimeni, Mecsov, Licba, Koli, Polszki. Régen volt Magyarországon is ilyen sorsegy egyébként. Uh-huh. Nem tudom, emlékszel rá. Akkor nem vízilabdás volt, meg lóversenyes, meg focis. Megpróbálom megkeresni. Jó, addig viszont eldöntöm, legyen az, hogyha tehát a fehér lesz a lengyel, és hogyha a fehéret rugok, akkor én kapolom le a polszkát az adott meccsen, jó? Mit mondtál az előbb? Nem figyeltem. Tehát elrugom, és ha fehér, akkor én kaparom Lengyelországot. Ha fekete, akkor a riválist, jó? Ja, tehát a fehér, jó. Akkor ezt el is rugom. Rugjad. Ha csak közben figyeld, hogy hova megy a fehér labból. Hát, hogy... miért fontos? Ha olyan fehér labda fekete lett, akkor igen, te a vendégeket akkor itt egy rivális fogok lekaparni. Gondolom gólszám lesz ott. Három hármat gól. Vágtak a riválisok, Lengyelország. A következő meccsen. Mit csinál ez a védelem? Akkor maszturbínyó rúg, fehér, éjj! Éljenek a lengyelek. Egy gól, hát egy akkor gól, bele kell... az nagyon kevés, Lewandowski hiába. És akkor az utolsó rugája maszturbínyónak, rugása, az is fehér. És tényleg az. Kettő gól, az már lehet a tejbe aprítani. Úgyhogy most tényleg kapard le. A maradványt? Igen. A maradványt lekaparjam. Nézzük a lengyelek, a három góllal szembe tudtak-e még 3-0, uramisten, hát kivel játszhattak, Szenegállal? Na mindegy, nézzük meg, lengyelek. Nem a magyarokkal. A rivális csapat. Kettőtől, itt van fölötte, hogy... Neymar, vagy mi van ott? Niemsi. Japánok. Németek. Ez a csapat pedig. Úgy most örülnék, ha a magyarokat látnám ott. Svédek. Vagy svájciak. Svájcok jól játszanak amúgy, de most kiestek. Négyet vágtak nektek, lengyelek. Hát bevágytok zeberedve. Bevágytok zeberedve. Mindjárt lekaparom az egész sorsegyet. De jó, hogy írnak oda számokat, meg minden. Ez tök jó, ez egy nyertes sorsegy. Hát két V betű itt van. Nem lehet van, még a... valahogy nyerni? De az nem az, az csak az, ja, hogy... Ja, de kellemetlen. Szerintem ki is megyek ebből a videóból gyorsan, mert nincsen fennos betűk. Hát elhittem, hogy nyertünk. 4, 10, meg 5000 zlotyot így egyszerre. De nem nyertünk, viszont, amit nagyon megköszönünk,
az András és Nándi segítség, akik eljuttattak nekünk Lengyelországba és Sorsjéget, ezzel lekaparhattunk még egy országot a Sorsjég térképről. Ha ti is benne szeretnétek lenni a Sorsjég térkép teljes lekaparásába, akkor küldjetek nekünk bármely országból Sorsjét. Mi nagyon szívesen bemutatjuk nektek videón keresztül, és ami fontos, hogy Instagramon majd írni fogok nektek, ugyanis a címetek nincs rajta a borítékon, tehát visszaküldeni így elég nehéz lenne, de majd fölveszem veletek a kapcsolatot, mert tudom, hogy kik vagytok, írtatok van. De ezt ne vegyék fenyegetésnek, hogy tudom, hogy kik vagytok. A lényeg, hogy köszönjük a Sorsjéget, izgalmas volt, jó volt. Szerintem ez is. A gólos, ez kifejezetten tetszik. Nekem is. Masturbinyó, valamit akarsz mondani? Nekem is tetszett a gólos Sorsjég. Hát hál' Istennek, hogy Masturbinyónak nincs saját YouTube csatornája. És megint szimulál. Köszönjük szépen még egyszer Andrásnak és Nándinak, tényleg drágák vagytok, hogy küldtek nekünk és ezzel segítitek a csatornát azzal, hogy minél színesebb legyen és izgalmasabb az emberek számára. Élmény volt levakarni, de nektek, ami a feladatok, hogy ugyanerre a címre küldjetek csomagot, hogyha szeretnétek. Iratkozzatok fel a csatornánkra és nyomjatok be a notification bell, azaz értesítési halangot. Lájkoljátok a videót, hogyha tetszett a külföldi széria egy újabb része. Aztán kövessetek minket Instagramon, a Kolesztrún, a Kis Szabolcs, Szabolcsika, Kiszi, valamilyen neve van a Szabinak, az enyém pedig Alexi Viktor, mert egy normális ember vagyok. Ezt a három Instagramot érdemes követni, a Snapchatünk is rajta van, amit szintén követhetnék. Mindenhol pakoljuk fel, így pakoljuk fel a kontenteket. Úgyhogy még egyszer köszönjük Andrásnak és Nándinak a segítséget, találkozunk a következő videóban.